A lakáspiacon már többen várnak árcsökkenést, mint áremelkedést, a GKI gazdaságkutató ZRT januári ingatlanpiaci felmérése szerint. Ebből az derül ki, hogy az ingatlanokkal foglalkozó vállalkozások körében a fővárosi agglomerációt illetően enyhén tovább romlottak a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások. A híradó.hu beszámolója szerint a budai oldal esetében lényegében nem változtak a várakozások, míg a pesti oldalon egyértelműen negatív elmozdulás következett be. Nyugat-Magyarországon szinte minden piaci szegmensben romlottak a kilátások, míg Kelet-Magyarországon elég vegyes a kép. Ez abból adódik, hogy negyedéves alapon nem bontakozott ki egyértelmű tendencia, viszont enyhe elbizonytalanodás olvasható ki az adatokból. A felmérés szerint a biztosan lakást vásárlók körében némi visszaesés, a csak valószínű szándékot említők körében enyhe növekedés következett be. Egy nyíregyházi ingatlaniroda vezetőjét arról kérdeztük, hogy az értékesítések adataiból milyen tapasztalataik vannak. Én nem nevezném jelentős csökkenésnek a januári forgalmunk, illetve a december végi forgalmunk és bemutatóink számából az következik, hogy nem csökkent a szám. Valóban megállt augusztustól decemberig egy kicsit az élet, de én azt gondolom, hogy éppen most kezd pezsdülni. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy a piaci szereplők megvárták, lesz-e olyan jogszabályi változás, amely az áfa változás mellett még befolyásolja az ingatlanpiacot 2020-ban, tette hozzá az irodavezető. A GKI szerint a lakásárakkal kapcsolatos várakozások csak kissé változtak az előző felméréshez képest. Országosan továbbra is számottevő többségben vannak a stabil árakra számítók, de az árcsökkenést várók aránya már meghaladja az áremelkedésre számítókét. Az előrejelzések szerint a következő 12 hónapban fővárosi átlagban enyhe 2% körüli árcsökkenés várható, így megállhat a hosszú évek óta tartó masszív áremelkedés, de komoly áreséssel járó érdemi trendforduló idén sem valószínű. A keleti régióban is a stagnáló árakra számítók vannak többségben, áremelkedésre már csak alig, árcsökkenésre viszont a megkérdezettek több mint egyharmada számít. Az eladások utáni tapasztalatok szintén ezt támasztják alá. Azt tapasztaljuk, hogy nem növelték meg az árakat, egyenlőre a kivitelezők kivárnak, illetve próbálták megoldani úgy a helyzetet, hogy önmaguknak megvásárolták az ingatlant, és nem cégként, hanem magánszemélyként értékesítik, és így ők még az 5%-os áfa körbeesnek, így viszont elesnek az új építésű csokkedvezménytől. Tehát megoldásokat próbáltak erre kitalálni. Mi az, amit tapasztaltunk ebből az egészből, hogy a használt lakóingatlan piac felé fordult az irány, illetve még mindig az agglomeráció az, amit nem győzünk kiszolgálni. Bákány Zsoltné hozzátette, új beruházásokat nem igazán kezdenek a megyeszékhelyen, a fejlesztő cégek is kívánnak, ami szintén a használt lakáspiac felé tolhatja a potenciális vásárlókat.